Jó napot kívánok mindenkinek! Itt van a vírusnak a veszélye, de ezzel párhuzamosan oda kell figyeljünk arra is, hogy az élet nem állhat meg, és az élethez szükséges feltételeket biztosítanunk kell. Többek között járhatóan kell, és hát biztonságosan kell tudjunk közlekedni a Hargita megyei útszakaszain. A térképet kivetítettük, valószínűleg itt távolról nem látszik annyira, de majd kommentbe betesszük. Mintegy fél millió leírt euró értékben írok most alá szerződést. Nincsenek itt a szokványos módon a szerződő felek, tehát a Viadukt és a Viadukt Multiplan Szövetség, hisz ez a két cég végzi Hargita megye tanácsának az útjain a nyári karbantartást. Be fogjuk szkennelni, átküldjük, aláírják, visszaküldik és ügyelünk egymásra. Ugyanarra hívom önöket is, hogy ügyeljünk egymásra. És amit kell tudni ezekről a szerződéseinkről, hogy mi bizakodunk abban, hogy pünköstkor sokan jöhetnek, a vendégek, a szeretteink, mindenki, és pünkösdig lehetőleg a kátyúzást szeretnénk megoldani. Ugyanakkor szeretnénk felfesteni azokat a rezgő csíkokat is, amelyek az átjárásoknál biztonságosabbá tehetik az átkelést a gyerekeink és mindannyiunk számára. A 160 ezer leértékben van a rezgőcsíknek a felfestése, a kátyúzás pedig közel 2 millió leértékben, úgyhogy abban bízom, hogy ebből az összegből a cégek el tudják végezni a munkálatokat, a javításokat. Persze, hogyha a koronavírus miatt történik bármilyen kiesés, akkor úgy írjuk alá most a szerződést, hogy ez tolódik. A héten még lehet, hogy egyszer fogunk így találkozni ilyen témakörben, hisz szeretnénk aláírni az egybefüggő aszfaltrétegekre is a szerződést, de arról majd külön jelentkezünk, úgyhogy közlekedjünk biztonságosan, ügyeljünk a távolságokra, ügyeljünk egymásra, és ha lehet, maradjunk otthon.